A Miskolci likörgyár 20 ezer forintos ajándékutalványát vette át a szerencsés nyertes november 26-án a cég mintaboltjában. A Miskolci likörgyár ZRT megalapításának gondolata 1916-ban született meg a város vezetőiben. Miskolc jelenleg is működő, legrégebbi szeszgyára, eredetileg borkereskedésként működött, 1921-től égetett szeszesitalok és likőrök gyártásával foglalkozott. Jelenleg 100 130 fajta terméket forgalmaznak, amelyek közül számos az eredeti több mint 90 éves receptek alapján készülnek. A nagymúltú cég jelenlegi vezetői úgy gondolták, hogy szeretnék népszerűsíteni a 103 éves vállalatot, így játékra hívták fel a 18 év felettiek figyelmét. A Rádió M és a Miskolci Likörgyár közösen meghirdetett játékára egy felhívást kellett megosztani az egyik legismertebb közösségi oldalon, és a cég kiválasztotta a résztvevő és közül a nyertest. A mintaboltban Barkó Zoltán mutatta be az új és a régebbi klasszikus termékeket, amelyből szívesen válogatott a Miskolci lakos tehát a rádió keresztül hirdettünk uh, meg egy játékot, amelyben a kedves nyertes átvette a 20 ezer utalványt. Uh, 103 éves a Miskolci likörgyár, ezt szerettük volna hírletni itt a megyében uh, és Miskolc városunkban. Uh, Lokálpatriotáként uh, szerettük volna bemutatni a gyárat. A nyertesünk uh, minden egyes termékenyből választhatott. Uh, elsősorban az új termékeket mutattuk be neki, a bolyárvodkát, a teljes családot, az energy a karácsonyi bajárvatkánkat, a 004-es, 002-es és 005-ös kiszereléseket, az új gin termékünket, egy Old Bell egy 37 egy 37,5%-os száraz gint és egy 41%-os édes gyint. 18 éves korosztálytól egészen az 55 éves korosztályig terjedően vannak italjaink, amelyekből választhatnak a Kedves a Miskolci likörgyár az elmúlt években folyamatosan fejlődött, új márkákat és termékeket vezettek be a piacon. A hat királyné szilva pálinkája 2019-ben az országos pálinka versenyen aranyminősítést kapott. A cégvezetői szeretnének további sikereket elérni, így folytatják a legismertebb közösségi oldalon a nyereményjátékukat. Azok, akik eddig nem nyertek a játékban, se csüggedjenek, hiszen lesz folytatás.